A templom és a kőkereszt megáldásával, majd barkaszenteléssel kezdődött a virágvasárnapi ünnepi szentmise Majson, a borromei Szent Károly templom kertjében. Felföldi László megyéspüspök megköszönte mindazok munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy megújuljon és megszépüljön a templom és környéke. Urunk Jézus Krisztus, aki eljöttél hozzánk, hogy közöttünk lakjál a földön, áld meg mindazokat, akik áldozatukkal és munkájukkal széppé tették ezt a templomot, adj híveidnek hitet és hűséget, hogy ennek a templomnak tudatos és buzgó látogatásával az ő jelenlétük legyen házadnak igazi ékessége. Add, hogy mindazok, akik itt imáikkal hozzád fordulnak, érezzék irgalmas segítségedet, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az áldás után a hívek együtt a jeruzsálemi bevonulásra emlékezve vonultak be a templomba, majd meghallgatták Jézus szenvedés történetét. Felföldi László megyéspüspök szentbeszédében a nagy hét három titkát fejtette ki. Az első titok virágvasárnap, az ünnepélyes bevonulás, hiszen az elindulás mindig örömünnep, fogalmazott a főpásztor. Minden igazi ember első nagy hétfél, ilyen ünnep, olyan, mint a kódexek, amiben láttunk már, hogy az első betű majdnem egész oldalasra festik az iniciálé, hogy most elkezdődik valami. Ilyen az esküvő. Amikor egy gyönyörű ünnepvel indul, két fiatal, egy férfi, egy nő, hogy akkor most család, akkor most élet, akkor most ott van. Úgy egy pap szentelé, szintén egy gyönyörű ünnepvel kezdődik. A keresztény, amikor valaki megkér, és azt kérdezi, hogy volt az életem itt, eddig, és van mostantól Krisztussal. És akkor egy gyönyörű keresztelés, az egy gyönyörű vérmálás, amikor döntünk Krisztus mellett. A második titok a passió, a szenvedés történet, mely nélkül nem létezik emberi élet. Nem létezik ember úgy. Hívő vagy hitetlen, teljesen mindegy. Passió, szenvedés történet nélkül. Mindenkinek a maga valóságában ott van a szenvedés történet, és ahol az élet megaláz, ahol a sors óriási kertet mond rá, hogy én magamat olyan helyzetre hozom, hogy azt mondom, ez már nem lesz sok és nehéz. De a mindennapi élet, ez a szenvedés és ez a szeretet történet, ez nem azért, mert jó vagy rosszabb vagyunk, hanem ez az emberi sorsnak a valósága. Csak ennek ott kell lenni a szeretetben. A Jézus passióját, Jézus szenvedés történetét keresztül megnézzük, akkor átsüt rajta a szeretet. A harmadik titok a húsvét, a feltámadás, az újrakezdés. Ezzel lesz teljes a kép. Az újrakezdés, a feltámadás. Enélkül nem lehet még így állni ezt az életet. Senki nem képes egy szuszra végig élni. Jól, lendülettel, kiváló teljesítménnyel. Hanem időként vannak megállások. És akkor újra kezdjük. A feltámadás nem egy misztika, nem egy új elvarázsolt története Jézus Krisztusban, hanem egy valós történet. Ha nem támad föl, utána nincs semmi. Értelmét veszi a kereszt, értelmét veszi a szemet. Akkor az apostolok szétszólódnak, és ma mindenkinek van egy szabad napja, ott, hogy nyugodtan ülhetnek. De a feltámadás adja azt az erőt, hogy képesek vagyunk újra kezdeni, képesek vagyunk megújulni, képes az életünk egy új szeretetre és gazdagságra, azon tudunk tovább haladni. A húsvétból ezt kell, hogy megtanuljuk.
A borromei Szent Károly templom sorsa is ez, mondta a főpásztor. Az egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások elnevezésű 2021. évi pályázaton 15 millió forintot nyert a baranyai település. A szakrális épület külsőleg teljesen megújult, valamint a falusi civil alap pályázaton a templom melletti kereszt is elkészült.